Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól, nemtől függetlenül. Kimaradt a rádió. Már nem. Már nem. Már oké, azt mondja, hogy most már kialudod rá. Köszi, szia, szia. Igen, mert ezt némítottam el a helyet. Jó. Jó, tehát a lényeg az, hogy itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Na, mi baj van? Etikátlan. Etikátlan? Semmi se jó. Semmi se jó? Kevés. Hát legalábbis nagyon minimálisan. Sokat elnyomás. Sok az elnyomás. Emberek hűítése is van? Szeretet hiány. Milyen dezinformációra gondolsz? Például ez a mostani hangulatkeltés a vírussal. Vírussal? Aha. De hát figyelj, nem csak a koronavírus, hát mit tudom én, a fő médiába, mondjuk a tévébe, ugye megnézed a híreket, akkor nem hiszem, hogy van-e olyan híradó tévébe, amely mondjuk az elmúlt nem tudom hány évben, mióta elkezdődött ez a bevándorlási láz, ugye Európába, ugye mondhatnánk azt, hogy migráció, hát. Na most azóta szerintem nem volt olyan híradó, amiben vele foglalkoztak volna. Tehát ugye az elsődleges tévémédiáról van szó. Na most, de ez már kevés, már csináljunk egy kis vírus kérdést is, nem? Persze. Mert ugye már nem annyira új hír a migráció, most már új hírek kellenek. Tehát amire hát, ha jobban figyelnek az emberek, mert már ez a migráció kérdés, ez ellaposodik, tudod, már kezd ellaposodni, és valamit itt frissíteni kell, tudod. Jó, szóval maga a migráció is egy nagy baromság volt. Ebben bármit is foglalkozni itt Magyarországon. Hát a németeknek, meg a nyugati jól menő, jól futó országoknak kellett volna ezzel foglalkozni. Nekünk semmi. Mi akár ebből üzletet is csinálhattunk volna simán. Simán. Ami annyit jelent, hogy mint amit a görögök is csináltak. Tehát most gondoljátok bele, csak ezzel kapcsolatban egy adat, hogy Görögországban az életszínvonal kb. 3-szor magasabb, mint nálunk. Na most is oda mennek a migránsok, ugye a nagy része azon keresztül jött be Európába, és oda mentek, és onnan mentek tovább északra. Ugye? Tehát magyarul csak Görögországot csak átutazó területnek gondolták, tehát nem akartak ott letelepedni. Pedig 3-szor magasabb az életszínvonal, mint nálunk. Akkor nem tudom, ki volt az az elmebeteg, aki azt gondolta, kezdettől fogva, hogy majd itt akarnak nálunk letelepedni, ahol harmada az életszínvonal. De, mert az elmebeteg volt, meg az is, aki ezt elhitte, hogy valaki majd itt akar közülük letelepedni, és nem Görögországban eleve melegebb van, jobb az életszínvonal, stb., mert ugye ők meleghez szokottak. Tehát mi voltunk araboknál, mondjuk Tunéziába, és ilyen 16-20 fokban ők már kucsmába jártak meg, meg téli kabátba, érted? Szóval lényeg az, és ráadásul ugye megnézed ezeket a migránsokat, ezek 90%-ban fiatal férfiak. És akkor hol hagyták a családot?
Tehát amikor a magyarok migrációba mentek, akkor vitték a családot, tudod. Mondjuk az 56 környéken, vagy 56 után. Hát vitték a családot. Nem egyedül ment ki a férfi, hanem vitte az egész családját. Tehát ha a migrációról beszélünk, akkor emberek együtt viszik a családot. Nem ott hagyják, és nem csak a fiatal férfiak mennek. Hát mi a fiatal férfiakat üldözik ott csak? És mi van a többiekkel? Na ugye megnézzük meg egy másik ezt a hülyeséget, megint ezt a vírus kérdést, ezt a koronavírust. Azért mondom, hogy hülyeség, mert ugye mit tudom én, meg, most olyan 30 ezer megbetegedés van a világban összesen. Annak nyilván nagy része Kínában. Nagyon nagy része, mert a Kínán kívül alig van megbetegedés még. Na most, ha Budapesten van egy influenza, hát több ember betegszik meg, mint 30 ezer. Nem az egész világban ról beszéltem, hanem egy városról, érted? Na most tudod, milyen kis szám, számolt ki a 8 milliárdhoz képest, az a 30 ezer, az tudod, milyen kis szám. Sőt, még a 1,4 milliárdos Kínához képest is az a 30 ezer, az tudod, milyen kis szám. Mintha itt Magyarországon, mit tudom én, 100 ember megbetegedne. Hát mi az? Semmi. És ráadásul a halálozási ráta 2%, magyarul 50-ből 1. Hát az influenzánál van ilyen arány. Sok magasabb. Ott magasabb. Sok magasabb. Sőt, magasabb. Most akkor miről beszélünk, érted? Tehát volt egy olyan, 2003-ban volt valami megint ilyen járványszerű valami, valami híres volt, én nem emlékszem rá, megmondom őszintén. A valami, igen, ilyesmi, mi volt? Valami sars, mit tudom, valami ilyen járvány. Annak ötszöröse volt a halálozási rátája, érted? Ötszöröse. Tehát ami azt jelenti, hogy 10%. Ennek 2%. És ezt valaki beveszi, érted? És emberek ehhez bedőlnek. Tehát gyakorlatilag azok halnak bele, akiknek totál le van gyengülve az immunrendszer. Hát ez meg így járt, hát valahogy meg kell halni, nem? Hát most ha valakit elüti az autó, vagy meghal mondjuk egy vírustól, nem mindegy. Hát akinek meg kell halni, az meg kell halnia, nem? Szóval lényeg az, hogy és az emberek beveszik ezeket a maszlagokat, érted? És erről pofáznak, bocs, hogy ezt kell mondanom, de úgy látszik nincs jobb dolguk, meg nincs jobb témájuk, tudod. Szóval az emberi hülyeség, az jó mondja a mondás, hogy az emberi hülyeség az határtalan. Jó, de ugye mi nem ezzel foglalkozunk, csak hogy foglalkozzak ezzel a témával is egy kicsit. Egyébként nem tudom, láttátok-e, a Facebookra fölraktam ezzel kapcsolatban egy üzenetet. Nem én foglalkoztam ezzel a kérdéssel, csak megosztást, tehát fölraktam a weboldalunkra azt a YouTube-os videót, és azt megosztottam a Facebookon. Láttátok? Hát így van, az enigmás srác, ha így valakinek mond valami, az foglalkozott egy ilyen 14 perces videóba a magával a koronavírus kérdéssel. Jó? De nem akarom őt ismételni, nézzétek meg, mert gyakorlatilag ott van mögött, tehát ilyen furcsa véletlenek vannak ezzel a koronavírussal kapcsolatban. Jó? Tehát ilyen nagyon furcsa véletlenek. Jó? Az ember egy kicsit belekapirgál a dologba. Jó? Egyébként fönn van az oldalunkon, tudjátok, ott tudjátok megnézni, ahol a szervezésben vannak a szervezés segítő linkek, és ugye vannak az idegen videók, és annak a legelső videója az idegen videóknak, a legelső videója. Jó, tehát ott megtaláljátok, és föl tudjátok tenni, esetleg ha szeretnétek az oldalatokra föltenni. Jó, na de haladjunk tovább, szóval egy elég érdekes világban élünk, ha jobban megnézzük, és szerinted mi várható ebbe az irányba halad tovább a világ? Hát mondhatnánk azt, hogy még nagyobb hűítések, nem? Meg még rosszabb, stb. Stb. Tehát minden még rosszabb. Na most
Tehát én még nem olvastam olyan előrejelzést szakemberektől, azok a szakemberek gazdasági vagy spirituális szakemberekről beszélek, tehát vagy gazdasági vagy spirituális szakemberekről. Én pont olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a kettőben szakember vagyok. De általában a legtöbb ember az vagy spirituális területen szakember, vagy gazdasági területen. Ritka az, hogy valaki mind a két területen szakember legyen. És ugye a spirituális vagy gazdasági szakembereknek az idei évre az előrejelzése az mind eléggé negatív, én még egy pozitívat se hallottam. Tehát ami azt jelenti, hogy hát föl kellene készülni arra a jövőre, ami várható. Jó? Tehát ami várható. Tehát ez mind szellemileg fel kellene készülni, mind fizikailag fel kellene készülni. A fizikailag az azt jelenti, hogy fogd vissza a költekezéseidet teljes egészében és tartalékolj. Jó, ez az egyik. Másik, kezdj el olyan tevékenységgel foglalkozni, ami plusz bevételt okoz, hoz létre. Jó? És kezdj el szellemileg teremteni. Jó? Tehát ez most egy képzés is, amit most mondtam, csak nem mondom a módszereket. Jó? Hogy mit, hogy kell megcsinálni, csak azt mondom, hogy mit csináljatok. Hát az, hogy mit, hogy kell megoldani, azt nem itt tanítom. Jó? Tehát részletekbe, módszerekkel kapcsolatban nem megyek bele az első részben. Szóval a lényeg az, hogy tehát én még nem hallottam olyan gazdasági szakembert, vagy olyan spirituális embert, aki ezzel az évvel foglalkozott volna, és ezt pozitívra mondta volna. Jó? Tehát itt komoly problémák lesznek ettől az évtől. Jó? És mondok csak egy példát, jó? Tehát az összes valutához képest a magyar forint még soha nem volt ilyen kevés. Jó? Ennek utána kéne nézned, hogy a magyar forint olyan mértékben kezdett el romlani az elmúlt pár hónapban, hogy minden rekordot megdöntött már, és folyamatosan romlik. Jó? Na most érdekes mód a cseh korona, meg a lengyel zloty nem. Nagyon érdekes. Mondom még egyszer, a cseh korona, meg a lengyel zloty az nem romlott. A forint romlott. Magyarul az azt jelenti, hogy az életszínvonalunk csökkent. Oké? Tehát a magyarok életszínvonala már csökkent. Na most, olvastam egy statisztikát, ez a KSH felmérése, vagy statisztikája, nem felmérése, bocsánat, statisztikája, hogy a magyarok, nem úgy kezdődött, majd két statisztikát is olvastam ezzel kapcsolatban. A tavalyi évben, nem tudom, tudjátok-e, hogy a szállások, tehát az elfoglalt szállások száma mennyivel szaporodott az előző évhez képest? Majdnem duplázódott, képzeljétek el. Soha Magyarországon ennyi külföldi vendég nem volt, az is egy statisztika. Azoknak is a mértéke valami óriási számmal nőtt, és a magyar vendégek száma is óriási számmal nőtt, de mondom, legnagyobb számban az eltöltött éjszakák száma nőtt. Az majdnem duplázódott. Én ezt ugye felfedeztem a szálláskereséseknél, mikor a vezetőire kerestem szállást, hogy régen pár évvel ezelőtt, még mondjuk 98-ban, még egy-két pár hónappal előtte simán lehetett szállást foglalni. Tavaly már nem. Na most, de erre azt mondtam, hogy semmi gond. Amint az emberek elkezdik érezni a saját bőrükön a válságot, majd visszafogják magukat.
Jó? Tehát az emberek egyszerűen azt gondolják, hogy a legfontosabb dolog az, attól lesz valaki boldog, ha költekezik. Ezt gondolják az emberek. Tehát vásárolnak, költekeznek. Érted? Tehát ez a boldogság kulcsa Magyarországon, meg egy az egyben. Boldogság kulcsa a költekezés, a boldogság másik kulcsa, ha menjünk üdülni. Az a másik kulcs. És akkor elmész, mit tudom én, ott vagyunk a vezetőképzőn, és megnézzük az ott lévő üdülőket, és mintha savanyú borkát tettek volna. Hát ha valakinek az a boldogság kulcsa, hogy mennie kell üdülni, akkor legalább látszódna az arcán. Érted? Ott az ott lévő embereknek. De kivétel nélkül egynek se látszódik az arcán, hogy boldog lenne attól, hogy üdül. De most gondoljátok végig, hogyha ilyen növekedés volt a vásárlás, ja igen, a másik statisztika meg az, hogy hány százalékkal nőtt a tavalyi évben a elköltött pénzek százaléka, az is ilyen, hát jó, az nem duplája, de jelentős mértékben. Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyarok sose költekeztek annyit, mint tavaly. Jó? És akkor ez az életszínvonal mérce, hogy mennyit költekezünk. Nevetséges, komolyan mondom. És akkor képzeld el, mekkorát fogják szívni a fogukat az emberek, mikor azt mondják, hogy bejön a vásár, és akkor kemény nadrágszorítás van, tehát a nadrágszíj szorítás. És akkor az emberek azt mondják, azt gondolják majd, jaj Istenem, miért mentünk ide, még kötöttünk arra, nem, hogy ezt a pénzt megspóroltuk volna. De hát forintban nem nagyon érdemes spórolni, főleg nem bankban, mert ha megnézzük, hát amilyen mértékű a forint romlás, mondom, a nyugati valutákhoz képest, hát az azt jelenti, hogy akinek bankba tartja a pénzét, annak folyamatosan romlik a pénze. Tehát én nem tudom, hogy, tehát hogy fogják ezt az inflációs dolgokat majd propagálni, mert meg hogy hozzák ki az inflációt, amikor hatalmas mértékű pénzromlásunk, romlás indult el a forint tekintetében. Tehát már ilyen, mit tudom, pár hónap alatt lassan ilyen 10%-os pénzromlás volt. Pár hónap alatt. És akkor azt mondják, hogy Magyarországon, mit tudom, az infláció 4%. Hát a pár hónap alatt, mit tudom, 10%-a, majdnem 10%-a pénzromlás, hogy lehet 4%-os infláció egy évre vetítve? És akkor ezt ki hiszi el? Na, mondom, nem hiszitek, nézzétek meg, menjetek föl olyan oldalakra, ahol lehet látni, hogy a forint, tehát a devizák árfolyami hogyan alakultak, be tudod állítani egy hónapra, egy napra, három hónapra, fél évre, egy évre, öt évre, akármennyire be tudod állítani, és nézd meg a grafikot. És nézd meg, hogy milyen mértékben csökkent, csak mondjuk az elmúlt három hónapban. Jó? A forint értéke. És mondom, érdekes módon, a lengyeleknél meg a cseheknél nem, de hát ugye tudjuk, hogy mi kötöttünk egy olyan megállapodást Izrael állammal, hogy ők ide költözzenek be. Ugye ezt tudjátok? Ezzel nem mostanában kötötték ezt a megállapodást, meg nem én, hanem ezt még Gyurcsán kormány idő alatt. Igaz, hogy amikor kormányváltás volt, akkor ugye az Orbán kormány az ezt megerősítette, ezt a szerződést, ezt a megállapodást. És ugye azt is tudjuk, hogy elég nagy arányban történik a betelepülés. És ugye ők nekik már évek, már mikor beszéltem erről, hogy a forintot le fogják értékelni, emlékeztek? Azért, hogy ők olcsóbban tudjanak ingatlant venni itt Magyarországon. Emlékeztek erre? Mikor erről beszéltem? Na, ez most már most van. Jó? Tehát ezt mondtam a jövőre nézve, ez a jövő, ez most bekövetkezett. Jó? Tehát nyilvánvaló,
hogyha a forint értéke az összes valutához képest a békafenekére lemegy, akkor a valutákhoz képest potom pénzért megveszik a külföldiek a magyar ingatlanokat, de az azt jelenti, hogy a magyaroknak nem lesz olcsó az ingatlan, hanem a magyaroknak drága lesz, mert a saját pénzükhöz képest ugye nincs ingatlan árcsökkenés, hanem csak a valutákhoz képest van ingatlan árcsökkenés. Érted? Szóval egy jó kis világban élünk, ahol gyakorlatilag egy olyan világban, ahol minden a mi malmunkra hajtja a vizet. Tehát minden. Tehát az embereket hülyítik, mi pedig tudatosodásra neveljük az embereket, vagy próbáljuk nevelni, hát nyilván nem akarunk senkit se nevelni, csak ugye próbáljuk elérni, hogy tudatosodjanak az emberek. Akkor az emberek költekeznek, mi meg azt mondjuk, hogy takarékoskodjanak, és az emberek elszórják a pénzt, mi meg azt mondjuk, hogy fektessenek olyan dolgokba, ami nem tud tönkre menni. Tehát ami nem tud inflálódni, vagy nem tudják csődbe vinni. Ugye, és azt tanítjuk, hogy hogyan lehet növelni a jövedelmet. Tehát most gondolj bele, lesz egy gazdasági válság, neked meg a gazdasági válságtól lenne független jövedelmed, akkor az ugye egész jó lenne, nem? És akkor az emberek azt gondolják, hogy hát de mivel lehet pénzt keresni? Hát én tudom, hogy mivel lehet pénzt keresni. Meg itt, hát akik itt tanulnak, azok tudhatnák, hogy mivel lehet pénzt keresni, de nem akarják tudni. Nem akarják tudni, mert ellenségei vagytok a pénznek. Komolyan? Ezt én komolyan mondom. Nem barátod a pénz, hanem ellenséged. Tehát én azt látom, hogy a szellemi embereknek, a spirituális embereknek a 95%-ának, vagy még nagyobb arány, az pénz, az az ellensége. És miért? Még jó, hogy nem spirituális területtel kezdtem. Hanem gazdasági területtel, először műszaki, utána meg gazdasági területtel folytattam. Még az a jó. Mert hála Istennek nekem nem ellenségem a pénz, nem is volt sose. Tehát ugye ezzel kapcsolatban van egy mondás, hát amit nem szeretsz, azt eltaszítod magadtól. Oké? Okay? Amit szeretsz, azt magadhoz vonzod. Nem? És ez érvényes emberekre is, hát nézd meg. Akiket nem szeretsz, azt eltaszítod magadtól. Akiket szeretsz, azt magadhoz vonzod. Ennyi. Hát ha már az ember, van egy, ugye egy agy térfogata az összes többi élőlényhez képest itt a Földön, egy jelentősen nagyobb agy térfogata, akkor talán azért van, hogy gondolkodjuk. Nem? És nem azért, hogy mondjuk amikor az ember tehát idősebb lesz, akkor azt mondják neki, hogy hát ez úgy működik, mint egy agyalágyút. No, haladjunk közbe. Mennyire tudjátok, hogy miként működik az ember? Én elég jól tudom. És szeretném, hogyha ti is tudnátok. Fontos lenne, hogy az ember tudja, hogy miként működik az ember. Miként működik az élet? Az is fontos lenne. Vagy hogy mik a legfőbb alapelvek az életben? Tehát az emberek valahogy olyan, mintha ez nem lenne fontos. Mintha ezek nem érdekel. Egy dolog van, mit tudom én, hogy anyagi szempontból, tehát anyag szempontjából az ember minél több anyaggal rendelkezzen, nem? És akkor már boldog is. Tehát az emberek azt gondolják, hogy az a boldogság kulcsa.
És ha minél több anyaggal rendelkezek, akkor boldog vagyok, ezt gondolják az emberek. De ez egy hülyeség. De megkérdezem tőletek, hogy, a test. Tehát mondjuk, ha megkérdeznéd valakit, vagy mondanád valakinek, hogy az ember fejlesztése, az ember fejlődése. Tehát itt, ha megkérdeznéd, hogy fontos-e az ember fejlődése. Tehát, hogy fontos lenne az, hogy fejlődj. És akkor azt mondja, hogy igen. És ha megkérdeznéd vajon, hogy mit értesz ezen? Hát most gondold végig, mit fejlődhet? Hát a testedet egy téren tudod fejleszteni, az izmaidat tudod vastagítani. Slussz. A többi fejlődés az a hízlalás, tudod. Nem? Mert más fejlődést a testtel nem lehet csinálni. Tehát lehet úgy fejleszteni az ember testét, hogy az izomzata fejlődjön. És mint elvágták volna, nem? Tehát akkor az ember fejlődése az nem a, test fejlesztéséhez tartozik. És nem a test fejlesztésének a területe, nem? Tehát az ember valahogy így evidens, hogy ezt gondolja, hogy, fontos lenne a fejlődésem, nem? Tehát, hogy fejlődjek. Hát jó, de mit fejlődjön? A testet, hogy fejlődjön? Hát nem. Mondom, hát az izomzatot is csak egy darabig lehet fejleszteni, nem? Tovább nem tudod. Hát megnézed a legnagyobb izmú emberek, a badisok, a testépítők, nem? De azok már rondák. Nem? De azoknak már a nőknek se tetszik, mert már olyan rondák. Így van. Tehát férfiak is azt mondják, hogy gusztustalan. Tehát ha valakinek van, mit tudom én, egy normális izomzata, az, még elmegy, ugye? De hát főleg egy nőnek, mikor izmai vannak, na az meg aztán főleg gusztustalan. Hát az meg aztán főleg. Tehát ugye akkor érdekes módon a nőknek még nem is az izmukat kéne fejleszteni, nem? Mert az, attól meg még rondábbá válik a valaki, nem? Illetve nem még rondábbá, hanem rondává válik. Jó, tehát még a férfinak az izma az még valahogy elmegy, ugye az még hagyján, de a nőknél. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hát ízlések és pofonok különbözőek, de az biztos, hogy több embernek nem szimpatikus a, izmus nő, és a férfiaknál is az izmos férfi. Így van, a túlzottan izmos férfi, az nem szimpatikus. Na mindegy, szóval, de mit gondolsz, miért csinálják azt, hogy ezt mutogatják? Tehát régen nem volt olyan, hogy ha valami csetepaté van, akkor az első dolguk az, hogy nekivetkőzzenek a színészek, ugye, a filmben, és mutogassák az izmaikat, nem? Hát régen nem, így volt. Mit tudom én, Roger Moore korában még, öltönybe verekedett, és nem levetkőzött, de a mai filmekben az összesben azt látott, hogyha valaki verekszik, akkor előtte neki, levetkőzik félmeztelenre. Hát hogy nem a gatyáját is letolja, érte? Nem, az fog következni, hogy alsó gatyába ott várja, még a gatyámat is leveszem, érted, miért bunyóznék, és akkor neki áll majd a filmben alsó gatyába verekedni. Mert hogy ad lássák a combizmait is, tudod, meg a vádliát. Hát lassan már itt tartunk. Tudod miért? Hát tudod, miért csinálják ezt? Hát mert fejlődés. Hát az emberi, tehát az emberben benne van az, hogy fejlődni kell. És akkor ezt mutogatják, tudod, hogy ez a fejlődés. Ez lenne a fejlődés. A fejlődés útja az izmosodás. És akkor nézd meg, egyre több az izmos nő. Hát régen olyan, hogy izmos nő nem is létezett, de a férfiakban sem létezett olyan, hogy ilyen szuper kigyúrt izmos valaki. Én gyerekkoromban
olyan embereket ismertem, akik mit tudom én, mázsás búzsával simán sétáltak, érted? És fölrakta egyedül a vállára, meg stb. Sőt, nagyobb súlyokkal. Tehát olyan súlyokkal képesek voltak cipelni, érted? Hogy ma kevés olyan ember van, aki arra képes lenne. De mégse volt kidolgozott izmai. Tehát a levet között akkor nem volt tele izommal. És akkor ez a fejlődés, tudod? Ezt a mintát mutatják, hogy az emberi fejlődés az az izmosodás. Drága hölgyeim, az az fejlődés, hogy izmosodjatok. Meg drága uraim, az a fejlődés, hogy izmosodjatok. Tehát magyarul akkor idős korban már nincs fejlődés. Mert idős korban már hiába gyúr az ember, már nem tud tovább izmosodni, hanem úgy kezd az izma elgyengülni, tudod, elvékonyodni. De hát nem ez lenne a fejlődés, nem? A fejlődés az a szellemi fejlődés lenne. Na most képzeld el, hogyha az emberek, a filmekben azt látnád, hogy az emberek szellemi fejlődése a fontos, akkor netán-tán még az emberek szellemi fejlődésbe kezdenének. És az nagy baj lenne. Na, akkor nem lehetne őket hűíteni, tudod? Tehát nézd meg Magyarországon, hogy meghűítették a férfiakat például. Ugye a nőket az már régen, a férfiakat az elmúlt 20 évben. Hát nagyobb arányban van Mercedes, Audi meg BMW a lakosság tulajdonában, mint Németországban. Érted? Németországban Mercedes, BMW, Audi azoknak van, akik jómódúak. Magyarországon meg az utolsó senki is olyat akar venni. Ezért mész az utcán, és azt látod, hogy több Mercedes, BMW, Audi szaladgál, mint szinte több, mint bármi más autó, szinte típusba. Érted? Tehát ez a, tudod, ez a kivagyiság. Ez a kivagyiság. Tehát elérték a magyaroknál, hogy ilyen kivagyiak legyenek. Ilyen magamutogatók, tudod. Tehát ez a testépítés is a magamutogatásról szól. Hát ha valaki azt gondolja, hogy nem, akkor nagy tévedésben van. Ez a magamutogatásról szól. Na nézzük tovább. Mi az értelme az életének? Hát ezt végig beszélgetnénk, ezt a kérdést. Ugye tudjuk azt, hogy mit válaszolnának rá az emberek. Körülbelül azt válaszolnának, mintha egy állatot megnéznénk, hogy egy állatnak mi az értelme az életének, akkor azt lehet mondani, hogy az emberek azt nyilatkoznak, hogy pontosan az az értelme az életemnek, mint egy állatnak. Tehát az állat az mit csinál? Eszik, iszik, pihen, nem? Fölneveli a kölykeit, nem? És megdöglik. Tehát az állat ugye nem meghal. Az legjobb esetben elpusztul. De én még gyerekkoromban mindig az állatoknál azt hallottam, hogy az állat az megdöglik. Most már az állat is meghal. Hát már új világ van. Már halnak az állatok, mert nem döglenek, érted? Már meghalnak. Sőt, az állat már lassan fontosabb személy, mint az ember. Egyeseknek még fontosabb, mint az ember. Az állatával jobban el van, mint az emberekkel. Hát persze, meg körülbelül annyi tudása van, mint egy állatnak. Érted? Az állattal jól el tud kommunikálni, de egy emberre képtelen. Tehát akkor az azt jelenti, hogy mennyi tudása van? Hát mint ami egy állathoz elég. De annyi már nincs, hogy egy emberhez elég legyen. Persze, ezt most ugye ezt a videót majd le fogjuk adni. Gondoljátok, mennyi negatív hozzászólás lesz ehhez, aki magára ismer, tudod? Hogy ő pont olyan, mint amit én most beszélek, mert tudod, akkor fáj valami, ha talál, ha betalál, tudod? Mert akkor fáj. Ha nem talál, akkor nem fáj. Szóval lényeg az, hogy egy ilyen világban élünk, de drága barátaim, ezt úgy hívják, hogy hűítés. Tehát hűítenek benneteket. Vedd már észre, hogy ez a világ arról szólt, hogy te minél hülyébb legyél. Érted? Nyilván nem a szomszéd hűít téged, hanem a hatalom. És a hatalom kezében van a média. És a média hűít téged. Érted?
Tehát a média az nem átlag emberek kezében van. A média az a nagyon gazdag emberek kezében van. Tehát a nagyon gazdag emberek felvásárolták a világban a médiát. Már nem úgy van, mint régen, tehát gyakorlatilag már alig van a világban állami média. Az állami média is hűíti már az embereket, ha valamelyik, mondjuk a Magyar Egy az állami kézben van, azt hiszem legalábbis. De az is hűíti az embereket, ha a hírekben megnézed. Szóval a lényeg az, hogy a hatalom a médián keresztül hűíti az embereket teljes egészében. Értsétek már meg, fogjátok már föl, hogy hűítés folyik a bolygón. Nem kis hűítés, soha nem látott mértékű hűítés. És minden média tele van hűítőkkel. Érted? Még a szabad média is, ahol az emberek szabadon kommunikálnak. Tudod, mit csinálnak? Fizetett emberek vannak, akik hülyeségeket írnak. Tehát fizetik őket, hogy direkt hülyeségeket írjanak a médiába. Tehát valahogy gondolkodnod kellene, ha már itt van egy agyad, akkor gondolkodni kellene, hogy vajon miért csinálják ezt? És ez az út, hogy bevegyem azt a hűítést, amivel hűítik az embereket. Hát az a baj, hogy az emberek nem gondolkodnak. Nem gondolkodnak, hanem körülbelül úgy működnek, mint a birka. Érted? Hogy elő kolompol az egyiken, egyiknek a nyakába a kolomp, érted? És a többi meg megy utána. Egyszer hallottam erre még jobb példát, Amerikában vannak ilyen kis rákcsálószerű állatkák, úgy hívják, hogy lemming, és akkor a lemming az azt csinálja, hogy elindul egy lemming, és akkor az egész úgy elindul utána, és akkor ezek ilyen millióan tudnak lenni egy csoportba, összeverődnek, és akkor elindulnak egyfelé, érted? És ők nem tudták megállapítani, hogy miért pont arra mennek. És akkor azt mondták, hogy azért, mert az az egy elindult, és akkor megy utána a többi. És akkor valaki átveszi a vezetést, és akkor ellenkező irányba mennek. Még nem fedezték föl, hogy miért arra mennek. Nézzek, az emberek ezt csinálják. Minden hétvégén lemingeznek. Jön a péntek, és akkor lemingeznek mondjuk a tengerpart felé, vagy a Balaton felé lemingeznek, vagy a Velencei tópartján, vagy szállodák felé lemingeznek, tudod? Na most megnézed, szó szerint az országutak azok tele vannak lemingezővel. Komolyan. Tehát ha megkérdeznéd, hogy mi az értelme annak, ahova megy, szerintem nem tudnám megmondani. A mondjuk 10-ből 8. Nem tudnám megmondani, hogy értelmes dolgot csinál, érted? Tehát értelmest. Tehát nem tudnám megmondani, hogy mi annak az értelme, amit csinál. Érted? Ahova éppen megy az autóval. De majdnem fognak ilyen arányba közlekedni, ha jön a válság, tudod. Majd visszafogják magukat. Meg is érdemlik, komolyan mondom. Meg is érdemlik, hogy féljenek ilyen vírusoktól. Persze, tudod, hogy működik ez. Megint egy kis tanítás, de nem mondom meg a módszereket, hogy lehet ez ellen tenni. Egy kis tanítás. Hát ha az embert leviszik a hangulatját, akkor az immunrendszere legyengül. Tehát még egyszer mondom, ha az ember rosszabb hangulatban van, az immunrendszere legyengül. Ha még rosszabb hangulatban van, még jobban legyengül. Ha még rosszabb hangulatban van, még jobban legyengül. Például mondjuk egy félelemben lévő embernek az immunrendszere egy csomó dologgal szemben nem ellenálló. Oké, egy bánatos embernek még kevésbé ellenálló az immunrendszere. Hát ezért van az, hogy mit tudom én, valaki beteg lesz, lecsúszik a skálán, megbetegszik, és akkor nem is a betegsége viszi el, hanem mit tudom én, kap egy fertőzést, kap egy vírust, mondjuk egy tüdőgyulladás vírus megtámadja, az meghal.
Tehát én nekem nem egy rokonom tüdőgyulladásba halt meg, és nem azzal ment be a kórházba. Érted? És nem volt tüdőgyulladás, amikor bement. És kapott egy tüdőgyulladás vírust, ami elvitte. Ennyi. Tehát ami azt jelenti, hogy minél jobb állapotban van az ember, annál stabilabb, erősebb az immunrendszere. Világos ez? Minél rosszabb állapotban van, minél rosszabb a hangulata, a hangulatról szól a történet, minél rosszabb a hangulata, annál könnyebben elkap bármilyen betegséget, tehát annál kevésbé működik az immunrendszere. Világos ez? Jó? Na most, tudjátok jól, hogy az egészségügy a világ legnagyobb üzlete. Tehát hivatalos. Tehát hivatalosan a legnagyobb üzlete. Akármilyen hihetetlen, nagyobb üzlet, mint a kábszer, mint a kábítószer. Persze, aki kábítószerrel foglalkoznak, ugye azoknak az is nagy üzlet. Most gondolj bele, egy szem gyógyszer, nem, egy levél gyógyszer eladási ára, na várjál, nem, fordítva, egy szem gyógyszer eladási ára annyi, amennyire legyártották a levélgyógyszert. Érted? És ráadásul a gyógyszerárakat még az állam támogatja. Nevetséges, érted? Tehát még egyszer mondom, tehát egy szem gyógyszer eladási ára annyiba kerül, amennyire legyártották a teljes levelet. Hát egy levélen olyan 10-20 szem van. Így van, 10-20 szem. Tehát magyarul 10-20-szoros haszonnal dolgoznak, és még állami támogatást is kapnak az eladáskor. Tehát a gyógyszeripar az a világ legnagyobb hivatalos üzlete, mert a kábszer az nem hivatalos, tudod. Tehát azon van a legnagyobb haszon a gyógyszeriparon. Semmilyen más hivatalos üzleti tevékenységen nincs akkora haszon, mint a gyógyszeren. Ezt tudtátok? Nem tudtátok, akkor most már tudjátok. Jó. Na most, ezért ugye a gyógyszert, ha már ilyen jó hasznot tud hoznia, hát megnézed, a gyógyszergyárak zöme az multinacionális kézben van. Hát multinacionális vállalat, vagy kézen közön olyan embernek a tulajdonában áll. Tehát szépen úgy van ez, hogy vásárolják föl a gyógyszergyárakat, hogy az ő kezükbe legyen. Na és lényeg az, hogy nagyon nagy üzlet a gyógyszer, de ha az emberek nem betegek, akkor hiába gyártják a gyógyszert. És az embereknek, betegeknek kell lenni. Ezért fogják, és lerontják az emberek hangulatát. Hogy ezt elsősorban azzal tudják megtenni, hogy az emberek olyan dolgokkal foglalkoznak, amihez semmi közük. Amiben változást nem tudnak előidézni. Oké? Na most, ha egy ember foglalkozik olyan dologgal, amihez semmi köze, amiben ő változást nem tud előidézni, és kap egy problémát, akkor a problémáját sem fogja tudni megoldani. Világos ez? Mert ahhoz, hogy az ember meg tudja oldani a problémáját, legyenek gondolatai a probléma megoldásához, ahhoz bizony jó állapotban kellene lenni. Tehát egy jó állapotú ember egyszerűen képes a gondolkodásra, egy rossz állapotú ember képtelen a gondolkodásra. Na most tehát, egy rossz állapotú ember már ugye abból lett, hogy foglalkozott más problémájával, és kapott problémát, és ezáltal, mivel más problémájával foglalkozott, rossz állapotba kerül, már a sajátját se tudja megoldani, még rosszabb állapotba kerül,
És akkor mivel rossz állapotban van, ezért megtámadja könnyedén, mert az immunrendszer nem tud védekezni a baktériumokkal szemben, a vírusokkal szemben és a gombákkal szemben. Sőt, nem tud védekezni, ugye tudjátok azt, hogy a szervezetünkben állandó sejtszaporulat van. Míg fiatal az ember, nagyobb a sejtszaporulat, ahogy idősödik az ember, csökken a sejtszaporulat, de míg él, sejtszaporulat van. De ezeknek a sejteknek egy része, egy kis része nem egészséges. Tehát beteg sejt. A beteg sejtet fogja az immunrendszer és levadásza, és ezáltal a beteg sejtek nem tudnak szaporodni. Oké? És maradnak az egészséges sejtek. Na most, ha az immunrendszer nincs toppon, mert az illető nem jó hangulatú, akkor arra se képes, hogy levadásza a beteg sejteket, amik szaporodnak. És ebből lesz a rák, meg ezekből lesznek a ciszták, ezekből lesznek az ilyen jellegű dolgok. A daganatok, így van. Világos ez? Na most, ha a szervezet így működik, mivel rossz állapotban vannak az emberek, így fog működni, ezáltal gyógyszerre van szükség. Tehát elmennek az orvoshoz, és az orvos gyógyszert fog felírni. Oké? Na most a gyógyszereknek meg van olyan hatása, képzeld el, hogy az összes gyógyszer, amit jelenleg előállítanak a bolygón, az mérget tartalmaz. Tehát az a szervezet számára az a méreg, ami természetidegen. Világos ez? Tehát minden olyan anyag, amit beviszel, vagy beszívsz, mindegy, ami természetidegen, az a szervezet számára méreg. És mivel a gyógyszerben egy csomó olyan anyag van, ami a szervezet számára idegen, ezért a gyógyszerrel még több mérget visz be az ember. Világos ez? És ha az ember bevisz mérget a szervezetébe, a magyar nyelv nagyon jó, mert azt mondja, hogy mérges. A mérges az onnan ered, hogy mérget tartalmaz a szervezet, és ezáltal a megnyilvánulása a személynek mérges. Tehát egy olyan ember nem tud tartósan mérges lenni, akinek a szervezete nem tartalmaz méreganyagokat. Tehát azáltal, hogy mérgeket visznek be az emberek a szervezetbe, és a legnagyobb mennyiségben gyógyszerekkel tudsz bevinni, a táplálkozással nem tudsz annyi méreganyagot bevinni, kozmetikumokkal nem tudsz annyi méreganyagot bevinni, mint a gyógyszerekkel, ezt csak úgy mondom. Ezáltal, ha felhalmozódik a szervezetben a méreganyag, akkor az illető még rosszabb állapotban lesz, tehát a méreganyag rontja a hangulatát az illetőnek. Világos ez? Tehát elkezdődik a méreganyag felszaporulat, és a jó hangulatú emberből mérges ember lesz. Tehát rontja a méreganyag a hangulatot. De tovább romlik, egészen, tudod meddig tudja rontani az illető hangulatát a méreganyag? Hogy az illető depressziós lesz. Depressziós. És utána majd depresszió elleni gyógyszert is szed, tudod? Na szóval, tehát az egész egy ilyen csukafogta róka, rókafogta csuka, tudod, ilyen kígyó beleharapott a saját farkába, esett. Tehát gyakorlatilag
előidézik azt, hogy az illető, nem, az illetők elkezdjenek gyógyszert szedni. Tehát most megnézed mondjuk a 60 év fölötti korosztályt. A 60 év fölötti korosztálynak a nagy része, nagyon nagy része legalább egy gyógyszert szed. Általában a legtöbb, aki gyógyszert szed, az nem is egy gyógyszert szed, kettő-hármat, vagy van, aki egy marék gyógyszert szed napi szinten. Most gondolj bele, milyen biznisz ez. Tehát ezt a bizniszt, a gyógyszerbizniszt, nem tudom, tudjátok-e, melyik család indította el? Rockefeller család, így van. Így van. A Rockefeller család indította el. Ha esetleg ez a család mond valakinek valamit, ez a név. Jó? Tehát benne van a 13 legbefolyásosabb család. Tehát 13 legnagyobb befolyással bíró család egyike, méghozzá a második legnagyobb befolyással bíró család a bolygón. A Rockefeller család. A legnagyobb befolyással bíró család az a Rothschild család. Jó? És a második a Rockefeller család. Na, szóval a lényeg az, hogy képzeljétek el, elérik az embereknél, hogy rossz állapotúak legyenek, és rákényszerüljenek. Nem. Rávehetők legyenek a gyógyszerszedésre. Tehát mondanám, nincs olyan betegség a bolygón, amire van gyógyszer, amit ne lehetne helyettesíteni valamilyen gyógy növénnyel. Nem tudom, elég világos voltam már. Tehát bármi olyan betegség, amire van gyógyszer, az a gyógyszer helyettesíthető lenne gyógynövénnyel. De te gyógyszert szedsz. Tehát például valaki szed nyugtatót gyógyszerbe. Ha nem nyugtatót kellene szednie, hanem nyugtató teját kéne innie. Világos ez? Tehát minden, ami gyógyszerben megvan, ami gyógyít, az van a természetben természetes módon. Magyarul nem képez méreganyagot, persze nem lesz azonnali hatása. Érted? De nem lesz mellékhatása. Mert a természettel barát anyagoknak, tehát a természet azonos anyagoknak, annak nincs mellékhatása. De az emberek ezt se tudják, hanem fejlesztik a gyógyszeripart. Azzal, hogy szedik a gyógyszert. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az embereknek, mintha tök jó lenne, hogy tudatlanok, nem? Hogy tök jól el vannak a tudatlanságukban. Hát, csak a tudatlanságát az embereknek kihasználják. Tudod? Méghozzá nagy mértékben. Na nézzük meg, hogy igazából mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást. Nem csak tudást, hanem képességeket is. Sőt, gyakorlási lehetőséget is. Amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére. Problémáik megelőzésére, problémáik megoldására, a célok elérésére. Továbbá az emberek és az élet jobbítására. És a lelki fejlődésre. Így az emberek képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen.
célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Az egyik fontos teremtői üzenet. Tehát ugye én már olvastam teremtői üzeneteket is, meg kaptam teremtői üzeneteket is. Ugye van egy érdekes fenti kapcsolatom, akik ugye segítenek abban, hogy ahhoz a tudáshoz, amit át kell adnom, ahhoz hozzájussak. Akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Az aranykornak 2026-ra, nem, 2036-ra, nem, 35-re, bocsánat, 2035-re kell beköszöntönnie. Tehát 2035-ben már aranykornak kell lennie. Oké? Na most, tudás kérdés. De lehet, hogy most menjünk tovább, majd foglalkozok vele. PP az egyetlen szervezet, ahol élet, az élet és az ember működéséhez átadjuk a módszereket is. Nyilván nem az első részben adjuk át a módszereket. Az első rész az egy kicsit ahhoz hasonlít, mint bármit, amit találsz a YouTube-on, olyan, amiben megmondják, hogy mit kellene csinálni, de nem adnak hozzá módszert. Ők azért nem adnak módszert, mert nem tudnak módszert adni. Én meg azért nem adok módszert ott, mert módszert azoknak adok, akik itt a tanulóim. És ezt elmagyarázom majd mindjárt, hogy miért. Tehát azért csináljuk, hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. Mert csak így kerülhet be az aranykorba. Tehát az aranykor a szeretet, béke és boldogság kora, és oda nem kerülhet be olyan ember, aki erre nem képes. Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés. Hogy aranykor legyen. Mert most kell elég készítenünk, hogy 2026-tól 2034. december 31-ig minden feltételet megteremtsük az aranykor létrejöttének. És 2035-ben már aranykor lehessen. Azért csináljuk, mert jelenleg olyan világban élünk, ahol van terrorizmus, zsarnokság, káosz, korrupció, bűnözés, tudatlanság, az aranykorban ez mind nem lesz. És az aranykorba az kerülhet be, aki már előtte legalább 9 évet fejlesztette a tudatosságát. De erről még lesz szó. Tehát a tudatlanság egyébként minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere, és 2035-től olyan, hogy gonoszság nem létező fogalom lesz az aranykorban. Tehát gyakorlatilag nem lesz olyan, hogy gonosz ember. A lelki fejlődésnek 7 szintje van. Ugye a legtöbb ember túlélés és biztonság szintjén működik, tehát ahhoz, hogy valaki a harmadik lelki szintre felkerüljön, valahova tartozás szintjére kell kerülnie. Az nem valahova tartozás, hogy én elkezdek tanulni, és akkor tanulok, amikor akarok. Az nem valahova tartozás. Tehát te például, amikor iskolába jártál, azért tartoztál az iskola közösségébe, mert egyszerre tanultatok. Ha mindenki akkor tanult volna, amikor akart, akkor ahhoz az iskolának a közösségébe nem tartoztál volna. Világos ez? Tehát ezt értsük meg, hogy akkor vagyunk egy közösségnek a tagja, ha ugyanabban az időben tanulunk. Ez azt jelenti, hogy ezt az ugyanabban az időt el lehet tölteni személyes együttléttel, és ez a világon ugye több helyen van már az, hogy személyesen együtt nézik az előadásokat, vagy úgy, hogy abban az időpontban otthon együtt, tehát otthon nézi abban az időpontban az előadást,
amikor az előadás élőben megy. Tehát ha valaki felvételről nézi az előadásokat, ő soha nem lesz még a valahova tartozás szintjén. Sem. Világos ez? Ezt jól jegyezzétek meg. Tehát ugye ezáltal látod, hogy nálunk lehetőség van arra, hogy valaki igénybe vegye élőben, személyesen, igénybe vegye élőben az interneten keresztül, de igénybe lehet felvételről is, ha netán-tán lemaradná. Tehát ha nem lesz az életed része az azonos időpontban tanulás, akkor te soha még a valahova tartozás szintjén sem leszel. Világos ez? És ezt mondom azoknak, akik távol élnek Budapesttől. Mert ugye Budapesten van a központ, de távol élnek Budapesttől. És azt mondják, hogy hát ők sajnos nem tudnak ugye eljönni a rendezvényekre. Tehát a valahova tartozás, ha valaki nem tudja azt megcsinálni például, hogy minden szerdán 6-tól és minden vasárnap 16:30-tól odaüljön a számítógéphez, vagy a telefont bekapcsolja és nézze az előadást. Ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor legalább havonta egyszer legyen ott a szemináriumon, az a témazáró rendezvényünk. Minden hónapban van egy témazáró rendezvényünk, általában 4 hetente, ritkábban 5 hetente, egy évben 12, az a lényeg. Tehát legyen ott a témazáró rendezvényen. Ha nem tud ott lenni a témazáró rendezvényben, messze van, akkor meg oldja meg, hogy rendszeresen tudja élőben nézni a képzéseket. Világos ez? A felvétel azért fontos, hogy meg tud nézni másodszor is, harmadszor is, vagy akárhanyadszor is. A jegyzetét is felrakjuk a felvétellel együtt, csak kicsit késve. Mármint a jegyzet az kicsit késve megy. Na szóval lényeg az, hogy valahova tartozás nincs úgy, hogy én nem teszem részébe az életemnek. Oké? Tehát én akkor tartozok valahova, ha az része az életemnek. Ha az nem része az életemnek, akkor én oda nem tartozok. Világos? Jó? Ráadásul a 4. szinttől fölfele, hát igazából úgy van kitalálva a rendszerünk, hogy bárki létrehozhasson saját csapatot. A saját csapat azért kell, hogy megélj, rálás, inkább úgy mondom, rálást tudj olyan élethelyzetekről is, ami nem az életed, a te életed része, hanem más emberek életének a része. Egyáltalán nem mindegy, hogy hány embernek az életére látsz rá. Minél több embernek az életére rálátsz, annál több élethelyzetet látsz. És annál több élethelyzetből, mások élethelyzetéből is tudsz tanulni. Sőt, sokkal többet tudsz tanulni mások élethelyzetéből, ha van egy nagyobb csapatod. Na, ezért úgy van kitalálva a rendszer, hogy bárkinek lehetősége van saját csapat létrehozására. Most kérdezem én, akik itt tanulnak, akár mintől megkérdezhetném, egyesével akár, hogy a civil életedben, ha valaki nem itt tanul, nem azt mondom, tehát hogyha a civil életedben kivel tudsz beszélgetni szellemi dolgokról, ha ő nem itt tanul? Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki itt tanul, és azt mondta volna, hogy ő a civil életében is tud szellemi dolgokról beszélgetni emberekkel. Nem tud. Érted? Egyszer nem tud. Na most, nem tudom, hogy számotokra mennyire fontos, hogy értelmes dolgokról tudjatok emberekkel beszélgetni.
Én tudom, hogy ez sok ember számára egyáltalán nem fontos, és olyan baromságokról tudnak beszélni, aminek az ég adta világon semmi értelme nincs, érted? Na most akkor beszéljük meg, hogy mi az ami értelmes az életben, jó? Tudjátok, mi az, ami értelmes az életben? Amire így van, ami változást tud előidézni saját magad vagy mások számára. Érted? Tehát olyanról érdemes kommunikálni, ami saját magad számára vagy mások számára pozitív változást tud létrehozni. Ha olyan dolgokról beszélsz, ami nem hoz létre pozitív változást se magad, se mások számára, akkor gyakorlatilag elszúrtad az idődet. Világos ez? Na most, az idő az egyetlen olyan dolog, amit soha nem fogsz bepótolni, és soha nem fogsz visszakapni. Bármit elveszthetsz az életedben, újra tudod építeni, létre tudod hozni. Érted? Visszakaphatod az időt, az elvesztegetett időt soha. És az emberek, amikor kommunikálnak, megfigyeltem, figyeld meg te is, olyan dolgokról kommunikálnak, ami gyakorlatilag elvesztegetett idő. És utána szívják a fogukat, hogy nincs erre időm, nincs arra időm, nincs amarra időm. Hát de basszus kulcs! Mennyi időt kommunikáltál olyan emberekkel, aminek az ég adta világon semmi értelme volt, mondjuk heti viszonylatban? Hány órát? És a kommunikáció most mindegy, hogy szóban történik, vagy írásban mondjuk a messengeren keresztül, vagy éppen mondjuk valami csetelés, vagy éppen mondjuk mit tudom, SMS, és mindegy, vagy telefonban beszélsz valakivel, és mindegy. Mi volt az értelme? Vajon előidőzette magad számára, vagy mások számára pozitív, vagy a másik számára pozitív változást? Tehát még ilyen alapvető dolgokon sem gondolkodnak el emberek, még ezen sem. Pedig az időt senki nem adja vissza neked, amit elszúrtál. Az az egyetlen dolog, amit nem tudsz visszaszerezni. Érted? Tehát mindenkinek az ideje fogy. Oké? Tehát érdekes módon csak az kerülhet be a hatodik lelki szintre, kerülhet fel a hatodik lelki szintre, aki megél olyan élethez, nem, rálát olyan élethelyzetekre is, amit ő nem élt meg. Tehát tudást nem lehet eleget szerezni abból, ezt értsétek meg, tudást nem tudsz abból eleget szerezni, amit te élsz meg. Az kevés. Vagy megélhet sok mindent, csak akkor bele fogsz halni abban a sok megélésbe. Mert úgy lehúz az a sok megélés, hogy belehalsz. Oké? Tehát jobb, hogyha van egy olyan nagy létszámú csapatod, aminek rálátsz a megéléseire, az élethelyzeteire, és abból okos emberként tanulsz. Mert ugye van egy mondás, hogy az okos az a saját kárán, vagy az okos az a más kárán tanul, a buta meg a sajátján. Se. Vagy azon se, így van. Vagy azon se. Igen. A lelki fejlődésed által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel, és ez 10 életterület. Ez úgy működik, bármelyik életterületeddel gond van, az kihat a többi 9-re. De bármelyik életterületen eredményt érsz el,
az pozitívan kihat a többire is. Na most könnyű problémát okozni ezeken az életterületeken, vagy bármelyiken. Nehezebb jót csinálni ezeken a területeken. Ahhoz, hogy az ember ezeken a területeken jót csináljon, és jól csinálja a dolgait, ahhoz viszont tudás kell. És ez 10 életterület, ami befolyásolhatja a te hangulatodat és a te életedet. Tehát az aranykor, a szeretet, béke és a boldogság kora, csak az kerülhet be az aranykorba, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve, legalább a küldetés, azaz a 6. lelki szintre jutva, önzetlenül együttműködni másokkal. Nagyon egyszerű, nem kell ebbe hinni, főleg azok az emberek, akik ugye anyagi természetű és szellemileg nem nyitottak, azok nem gondolják, hogy ilyen létezik, mint amit most el fogok mondani. Tehát ezen a bolygón léteznek olyan szellemlények, akik az emberek életét befolyásolják. Ezeket a szellemlényeket úgy hívják, hogy angyalok. Ezeknek az angyaloknak a feladatuk az, hogy rendezzék az emberek életét, akár pozitív, akár negatív irányba. Ezek a szellemlények megrendeznek élethelyzeteket, amit az az adott személy megél. Oké? Ezek a szellemlények kommunikációban tudnak lenni a lelkeddel, a testeddel, hála Istennek nem is akarnak. Tehát a lelkeddel tudnak kommunikációban lenni. Tehát a lelkednek akár utasítást tudnak adni. Mivel magasabb rendű lényekről van szó. Tehát a léleknek van 14 fejlettségi szintje. Tehát 14 fejlettségi szintje. 7 az emberiség életében, és 7 az emberiség utáni létformában. Az azt jelenti, hogy amikor az emberiség utáni létformáról beszélünk, gondolj bele, az egy jóval magasabb lélekszint. Tehát például, ugye itt mutattam nektek az imént, a 7. lelki szint az a beteljesülés szintje. Tehát egy olyan lélek, amely angyalként így működik, ha tovább mennénk, akkor az a 8. lelki szinten van. És nyilvánvaló, hogy minél magasabb lelki szinten van valaki, annál az alatta lévő szinteket annál könnyebben befolyásolja. Világos ez? Tehát, hogy te mennyire vagy képes embereket befolyásolni, hogy milyen lelki szinten vagy, az mutatja, hogy mennyire tudsz embereket befolyásolni. Jó? Nem közvetve, nem média eszközökkel, nem. Direktbe. Világos ez? Tehát nem különböző technikai eszközök segítségével, nem. Direktbe. Tehát milyen hatással tudsz lenni emberekre, azt mutatja, tehát mutatja az, hogy te milyen lelki szinten vagy. Világos ez? Na most, tehát ez azt jelenti, hogy valaki angyalként működik, akkor az összes alacsonyabb szintű lelket, hozzá képest alacsonyabb szintű lelket, és most nem fő angyalról beszéltem, csak sima angyalról, simán tudja befolyásolni. Világos ez? És minden problémád lelki eredetű. Világos ez? Minden problémád. Lehet az betegség, baleset, családi probléma, vagy anyagi probléma. Minden probléma lelki eredetű. Magyarul a lelked idézte elő. Vagy hozzájárult, hogy az megtörténjen. Világos ez? Jó? Na szóval, visszamenve,
tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év, és torzítások elkerülése véget, nem lehet sok helyen megcsinálni, csak egy helyen. Oké? Okay. Tehát ezért van kidolgozva egy életre szóló tanulási program. Oké? Okay. A tapasztalatok elsajátítása, hát saját csapat nélkül hogy lehetne? Tapasztalatokat annyit tudsz elsajátítani, ha nincs csapatod, amennyit te megélsz. De ha sok problémát megélsz, akkor nehezen fogsz előre haladni. Világos ez? Tehát ez úgy működik, hogyha megnézed, hogy az embereknek, akiknek nincs csapatuk, sok problémát élnek meg, hogy megéljenek élethelyzeteket, hogy legyen tapasztalat. Akinek van csapata, az kevés, kevesebb, jóval kevesebb élethelyzetet él meg. Érted? Nem kell megélnie, mert rálát a csapatában lévő élethelyzetekre. Tehát ezért ugye akinek van csapata, azok jobb állapotúak, mint azok, akiknek nincs csapata. Mert az egyik, akinek nincs csapata, az problémázik, akinek van csapata, az meg segít a problémázóknak, hogy megoldják a problémát. Világos ez? De nem mindegy, hogy segítünk problémát megoldani, vagy nekünk van, mi szorulunk rá segítségre, hogy megoldjunk problémát. Világos ez? Nagy különbség. Hát ránézek az órára, körülbelül ennyi fér bele az első részbe. Mehettünk volna tovább, csak akkor 2 órás lenne ugye a mai első rész. 20 perc szünet lesz a 2 képzés között. Probléma megoldó kócsképzésünk van a második részben. Egészen meddig is? Azt mondja. De meddig tart ilyenkor? 8-ig, nem? Ja, 8-ig, igen, 8-ig tart. Azon gondolkoztam. Jó, és ha bármi kérdésed merült föl, vagy meg nem értésed, akkor keresd a szerveződet, vagy a vezetődet, vagy az igazgatódat, és segít megoldani. Jó, azt a kérdést, vagy megválaszolni azt a kérdést. Ha nem tudod ki a vezetőd, nem gond, mert felkeresed az irodában az elérhetőséget, és ott megkérdezed, jó, vagy megkéred. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást kívánok mindenkinek a probléma megoldó kócsképzésünkön. Szeretlek benneteket, sziasztok!